Köszöntöm kedves nézőinket, Heti Arc című műsorunk következik. Stúdiónk vendége Györk Ernőné Ildikó, a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. Köszöntelek a stúdióban. Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Kiskörösön a szlovákok életében mindenki tudja, hogy nagyon fontos szerepet tölt ez be. Honnan erednek a szlovák gyökerek? Én akkor mindjárt gyerekkorommal kezdeném, mert én egy törzsgyökeres kiskörösi paraszt családban születtem. Az igaz, hogy Szabadszállás a születésem helye, de ez is kalandos történet, mert édesanyám Budapestre indult vonattal, és én Szabadszálláson jeleztem érkezésemet, ső leszállt a vonatról, és így megszülettem Szabadszálláson, de valójában én magam is törzsgyökeres kiskörösinek vallom magam, és én azt hiszem, hogy nagyon jó, hogy ide születtem. Az én nagyszüleim földművelő paraszti család voltak, akik földműveléssel, illetve szőlőműveléssel foglalkoztak, mint ahogyan akkoriban mindenki. És természetesen magukkal hozták a szlovákságukat, és én nekem itt ilyenkor jut eszembe az a kínai mondás ugyan, de nagyon igaz, hogy a gyökerek ugyan nem látszanak, de azok tartják a fát. És ez nagyon igaz a mi családunkban is, mert az én nagyszüleim még kezdetben tulajdonképpen nem is tudtak magyarul. Ők inkább csak szlovákul beszélgettek. Aztán jött az az erőszakos magyarosítás, amikor is az iskolában már nem volt szabad megszólalniuk szlovákul, és akkor kötelezték őket arra, hogy a magyar nyelvet természetesen elsajátítsák. Hozzáteszem, nyilván itt, miután itt éltek, tehát volt is abban valami, hogy meg kellett, hogy tanuljanak magyarul is, de azért az az erőszakosság az nem tett jót a nyelvünknek, mert hogy mostani időre már jócskán asszimilálódtunk. Lehet, hogy ennek köszönhetően is, lehet, hogy nem, de minden esetre ez így történt. Én magam, miután ugye ebben a családban nőttem fel, azt mondják, hogy egy éves koromban azt mondtam a nagybátyám lakodalmán, hogy jetztje. Na most ezt nem tudatosan mondtam, hogy egyenek, de aztán később visszaemlékszem önmagamra, hogy nagyon is tudatosan figyeltem, hogy ők mit mondanak. Ugyanis egy kisgyerek szeret arról tudni, hogy miről folyik a szó, mert sokszor esetleg olyanról beszélgetnek, amit nem biztos, hogy egy kisgyereknek mondjuk hallani kell, és én arra nagyon kíváncsi voltam, hogy olyankor miről folyik a szó, és akkor úgy szép lassan kikövetkeztettem. Tehát én tulajdonképpen ösztönösen tanultam meg. És akkor ez a szeretet úgy bennem maradt. Én annak idején, mikor általános iskolás lettem, az orosz tanulás is nekem könnyebben ment, mert én azokra szláv nyelv családbeli szavakra visszaemlékeztem, és tulajdonképpen kicsengésben sokszor nagyon hasonlítanak. Éppen ezért könnyű is volt nekem megtanulnom. És én ugyanúgy éltem a gyerekkoromat, mint ahogyan az összes többi tanyasi gyerek. És én azt mondom, hogy nekünk nagyon boldog gyerekkorunk volt. Nagyon boldog volt, mert hogy valójában ilyen kütyük nem kötöttek bennünket akkor még, és igazándiból feladataink is voltak, mint például hogy a legeltetés és különböző házi munkák elvégzése, de én úgy hiszem, hogy ez egyrészt adott egyfajta munka iránti tiszteletet, másrészt benne volt a játék is, mert kihajtottuk az állatokat a rétre, és aztán ott csapatba verődtünk, mert minden gyereknek ez volt a feladata, és nagyon-nagyon jókat játszottunk, és én ezekre a népi játékokra a mai napig is visszaemlékszem, úgyhogy én nagyon boldogan éltem a gyerekkoromat. A nyelv tehát teljesen, a szlovák nyelv teljesen jelen volt az életedben. Igen. Egész gyerekkorodban. Mi volt még az, ami a szlováksághoz köthető, amire vissza tudsz emlékezni gyerekkorodból? Tulajdonképpen a tradíciók. Azok a szokások, amiket minden szlovák paraszti család őrzött. Gondolok én arra, hogy például ugye a hétköznapjait munkával töltötték, és nyilván nagyon kemény munkával. Ebben a gyerekeket is hozzáteszem, bevonták, mert azért a régebbi, az én korombeli gyerekeknek feladataik voltak. Én nagyon visszaemlékszem arra is, hogy a hétvégek viszont, amikor szombat lett, akkor nagyanyám délben hozzáfogott a kalácsgyúráshoz, és akkor kifűtötte a kemencét, amíg a kalács dagadt,
és aztán nekem is mindig adott egy kis darabot, hogy én is próbálkozzak azzal, hogy mit is jelent a sütés, és hogy mennyi munkával is jár. De aztán, amikor kisült a kalács, én arra nagyon-nagyon visszaemlékszem, hogy alig vártam, hogy a mama kivegye a kemencéből, és akkor levágta mindig a végét, és az olyan forró volt, és akkor egyik tenyeremből a másikba hajtogattam, de nagyon-nagyon jól esett, és tulajdonképpen annak a kalácsnak az illata belengte az egész udvart. És hát természetesen nekem, ahogy említettem, feladataim voltak, például szombati napon rám volt bízva az udvarsöprés. S-vonalba szépen el kellett söpörni az udvart, aztán a szalmaszéna körül az állatetetés révén, hogy ott elszorodtak szalmaszéna szálak, ezeket össze kellett gerebézni. És akkor mindig pedáns rend várta a vasárnap reggelt, ami a templomba indulás ideje volt. És ez mindig így történt. Természetesen, amikor jöttek a nagy ünnepek, az még nagyobb készülődéssel járt. És hát voltak a tradicionális disznótorok, ami nélkülözhetetlen volt. Mi gyerekek is alig vártuk, mert olyankor jöttek a rokon gyerekek is, és bejártuk a padlást, csornát, boronát, mindenfélét. Amit csak találtunk, elővettünk, de ezeknek a játékoknak az emléke is még a mai napig elkísér. Van ebben egyébként bármilyen különbség a magyar tradíciókhoz képest? Én azt hiszem, hogy azért nem tudok nagyon nagy különbséget tenni, mert én ezt éltem meg. És azt hiszem, hogy a polgári családban nevelkedő gyerekek azért biztosan, hogy másként élték az életüket nyilvánvalóan, abból fakadon, hogy ők általában a városban éltek, a tanyán az élt, aki a földműveléssel foglalkozott, állattartással. Úgyhogy olyan nagyon nagy összehasonlítási alapom nincs, mert nem volt olyan barátnőm, aki mondjuk a polgári családba született, és ezáltal összehasonlítani tudnám. Én magam ezt éltem meg, és bennem ez maradt meg. Ha jól tudom, akkor óvónőként végeztél. Az óvónői pályafutásod során hogyan tudtál kapcsolódni a szlovák tradíciókhoz? Hát ez egy nagyon érdekes történet, ugyanis 1985-ben Gyesről éppen visszatérni készültem, és én előtte 10 éven keresztül a KTS óvodában dolgoztam, ahol én nagyon-nagyon szerettem dolgozni, mert rendkívül aranyos, kedves kollégáim voltak, és én a mai napig azt mondom, hogy ők voltak a mestereim, én ők tőlük tanultam meg igazándiból a szakma csodáját, a nehézségeit is, de a szépségeit mindenképpen. És én akkor feltették azt a kérdést, hogy ki tud Kiskörösön szlovákul, mert hogy 85-ben kezdett tulajdonképpen úgy talán a nemzetiségek felkarolása, tehát akkor történt meg az, hogy felfigyeltek arra, hogy a nemzetiségi kérdés Magyarországon hogyan is alakul, és próbáltak úgy 85, ez már a rendszerváltás előtt 5 évvel volt igazándiból, akkor már azért más szelek fújtak, fontosabb volt, akkor már fontosabbá váltak a nemzetiségi kérdések, és akkor, mint ahogy említettem, Kiskörös város vezetése elhatározta, hogy elkezdi az óvodai nevelést, mégpedig a nemzetiségi nyelven, szlovák nyelven. Ehhez kerestek óvónénit. És én, mint ahogy említettem, Gyesről éppen visszakészültem, és azon gondolkodtam, hogy jelentkezzek én erre a feladatra, vagy ne, de alapvetően én igazándiból a szakmai nyelvet akkor még nem beszéltem, mert hát csak amit a családból hoztam. És akkor úgy döntöttem, hogy mégis megpróbálom. És jelentkeztem, és akkor nagyon-nagyon örültek, és az akkori városvezetése, Juhász Pista bácsi, aki a tanácselnök helyettes volt, ő nagyon-nagyon sokat tett azért, hogy én ezt a feladatot jól el tudjam végezni, konkrétan elvitt Békés Csabára, és onnan Telegerendásra, ahol volt egy nagyon-nagyon-nagyon kedves idős óvónéni, aki minden szakmai segítséget próbált megadni ehhez. És akkor igazándiból, hát egy picit úgy azt mondhatom, hogy hát tapasztalatok nélkül, de azért megpróbáltam, és belevágtam. És én úgy éreztem, hogy igen, ez egy nagyon szép feladat. A gyerekek nagyon-nagyon aranyosan, játékosan, könnyedén tanulnak, észre sem veszik, mert játszanak tulajdonképpen. De aztán abban is azért úgy gondolkodtam, hogy csak jó lenne szakmai ismeretekre szert tenni,
És én tudtam, hogy Szarvason tanítanak szlovákot, de akkor én ugye már egy diplomával rendelkeztem, és akkor elmentem, megkerestem a Szarvasi Óvónőképző Intézet igazgatóját, és kérdeztem, hogy nem tenné-e számomra lehetővé azt, hogy én igazándiból egy kiegészítő diplomát szeretnék, mégpedig a szlovák nyelvből. És azt mondta, hogy megmondja őszintén, az ő gyakorlatukban ilyen még nem volt, de ha én a minisztériumból engedélyt szerzek arra, akkor minden további nélkül ők tulajdonképpen támogatják azt, hogy én ott hallgató lehessek. És akkor így volt. Levelet írtam András valami Bertalannak, mert akkor ő volt a művelődésügyi miniszter, és nagyon nagy meglepetésemre egy hét múlva válaszolt, és azt mondta, hogy ő nagyon örül, és ő lehetővé teszi ezt a kérést, és ő jelezni fogja a főiskola felé, hogy igenis lehetek a hallgatójuk. Úgyhogy az én diplomám az egyes számú. És utána aztán természetesen mások is követték, hogy, és hála Istennek a Szűcsi óvodában lévő mostani vezető kolléganőm is utána a nyomdokaimba lépett, és ő is járt oda. Ez az iskola rendkívül jó volt arra, hogy akkor már nem csak ösztönösen, hanem tudatosan végeztük ezt a munkát, amit utána később folytattunk. És Iluska még a mai napig folytatja. Mennyi ideig tartott ez az időszak? Ez az időszak nagyon sokáig. Sokáig, mert 29 éven át dolgoztam a Szűcsi óvodában, és 25 évet én vezettem az óvodát. És igazándiból a mai napig, ha visszagondolok, az életem legfontosabb és legszebb része volt. Én nagyon-nagyon-nagyon szerettem a Szűcsi óvodában dolgozni, és a mai napig is, hogy nagyon egyrészt még mindig jó kapcsolatom van velük, de ha elmegyek az óvoda mellett, még mindig úgy összeszorul a torkom. De azért, mert, mint ahogy említettem, ez egy nagyon családias és nagyon jó óvoda volt, és én hálás vagyok a Jóistennek, mert nagyon jó kollégákat adott mellém. Olyan kollégákat, akit ha éjszaka kértem volna arra, hogy nekem valami kérésem van, akkor azt mondta volna, hogy és mikor menjek, és mi a feladatom. Úgyhogy a legén tudom ezt az időszakot elmondani, hoztam is róla képet majd, mert hálás vagyok a sorsnak, hogy én úgy éltem meg, hogy amikor visszajöttünk egy-egy szünetről, akkor mi kollégák alig vártuk, hogy elmondjuk egymásnak, hogy mi is történt az idő alatt, amíg nem találkoztunk, mondjuk egy nyári szünetben nyilván kevesebbet. Úgyhogy családias, barátságos és nagyon-nagyon összetartó csapat volt, és a hangulat is nagyon kellemes. A jelen társadalomban mennyire lehet érvényesíteni a szlovák tradíciókat, a nyelvet, a népviseletet? Ezt hogy érzed? Én ezt úgy gondolom, hogy másoktól sokszor hallottam, hogy kongatják a vészharangot, hogy bezzeg majd, hogyha ez a generáció kihal, akkor már esetleg nem is lesz folytatás. Ó, én ezt nem így gondolom. Én ezt teljesen másként gondolom. Mégpedig úgy, hogy mindig is lesznek olyanok, akik ezt nagyon fontosnak érzik, és úgy kíváncsiak egyáltalán arra, hogy honnan jöttek, mert hogy arról sosem szabad megfeledkeznünk, hogy honnan érkeztünk ebbe a világba. És én úgy gondolom, hogy főként, hogyha elültetjük kisgyerekkorban ezt a fajta érdeklődést, akkor ez végigkíséri. Nem azt mondom, hogy mindenkit, de hogy egészen biztos lesz a mai gyerekek között is olyan, aki ezt majd később fontosnak fogja érezni. Ha belegondolsz, 301 néhány év telt el azóta, hogy a mi őseink ide érkeztek, igazándiból ez idő alatt is már eltűnhetett volna, de nem így történt. És én úgy gondolom, és én kívánom is azt, hogy másik 300 év múlva is majd az utódaink beszéljenek arról, hogy bezzeg, mit tudom én, 500 évvel ezelőtt, hogy éltek az őseink, és milyen kultúrát hoztak magukkal. Nyilván ez változik is menet közben, mert hát asszimilálódunk, maga a világ is változik, de úgy gondolom, hogy ha új szokásokkal is bővítjük egy kicsit, azért az alapmag az megmarad. Úgyhogy én optimista vagyok e tekintetben. Te a saját gyerekeidnek, vagy az unokáidnak hogyan tudtad átadni? Nagyon érdekes, hogy a nyelvet ők sem annyira beszélik,
viszont a szokásrendszerünk, ők is ebbe a családba születtek, és mert ugye én voltam az anyukájuk, aki szintén magával hozta, tehát igazándiból a mi családunk hagyománya is ma mai napig megegyeznek a régi szlovák családok hagyományaival, és a most élő szlovák családok hagyományaival. A kisunokám pedig éppen valamelyik nap mosolyogva hallottam, hogy mondókázni szoktam, 2 éves ő egyébként most, mondókázni szoktam neki, és múltkor egy szlovák mondókát mondtam, és megdöbbenésemre valamelyik nap azt kezdte mondani. És mondtam, jaj, hála Istennek, na itt a jövő folytatása. Mivel töltöd egyébként a mindennapjaidat? Hát azért mindennapjaim elég szorgosak, és ahogyan ma is ide érkeztem, hogy sokféle feladattal teli, de én ezt nagyon-nagyon jónak tartom, mert hogy talán számomra az lenne a furcsa, és az lenne talán a rossz, hogyha én ezt nem ilyen pörgősen élném meg. Minden nap új feladataim vannak, akár az önkormányzatisággal kapcsolatban, akár most pedig egy nagy rendezvényre készülünk, tehát ez maximális erőbedobást igényel, főként úgy, hogy a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnökeként én először fogom Rétes Fesztivált majd egyik szervezőként tartani. Hát éppen ezért nagyon nagy szükség van arra, hogy átgondoljam, hogy melyik napon mi az a feladat, amitnek éppen ma van az ideje. A kiskörösi szlovákok képviselőjeként nagyon hosszú és szép utat jártál be. Van esetleg olyan esemény, amit így kifejezetten kiemelnél? Nagyon sok esemény van. Hirtelen, amit olyan nem is annyira jut eszembe, amit kiemelnék, inkább talán azt a sok-sok eseményt, amit megéltem. 1985-től kerültem én a nemzetiség véráramába, és igazándiból akkor kerültem kapcsolatba az országos szlovák vezetéssel is, és 87-től lettem én kiskörös képviselője fönt az országos szlovák önkormányzatban, illetve akkor, bocsánat, nem önkormányzat volt, szövetség. Úgy hívták, hogy Magyarországi Szlovákok Szövetsége. Aztán természetesen telt múlt az idő, volt egy rész, amikor inkább a saját óvodámra fektettem nagyobb hangsúlyt, és aztán amióta egy kicsit úgy intenzívebben kapcsolódtam be ismét a szlovákság életébe, az a nyugdíjba vonulásom ideje óta. De a szlovák önkormányzat tagja, most már 4. ciklusa óta vagyok, és elnöke pedig először, az első, tehát számomra elnökként ez az első ciklus, és igyekszem, mert az én elődöm is nagy magas mércét állított fel, hogy én ezt a mércét megugorjam, sőt, esetleg, ha lehet, akkor át is ugorjam. Éppen ezért én magam is nagyon sok fontos feladatot érzek ezen a területen, ami ezután is megvalósításra kell, hogy kerüljön. És eddig is igyekeztünk minden olyat megvalósítani, amit célul tűztünk ki akkor, amikor letettük az esküt. Milyen céljai vannak a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatnak? Tulajdonképpen nagyon fontos, én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos céljaink vannak. Legfőképpen első és legfontosabb rendben azt tartom, hogy mindenkivel jó kapcsolatot ápoljunk. Külső-belső partnereinkkel egyaránt, mert ha jó kapcsolatokat ápolunk, akkor mély barátságokra teszünk szert, és ezáltal sokkal gazdagabbá válunk. Azon kívül szélesebb alapokra is tudunk elhelyezkedni, sokkal több embert tudunk bevonni, és tulajdonképpen ez a szélesebb alapra való helyezkedés első lépcsőfoka a gyermek. A gyermek révén a szülő is kapcsolatba kerül velünk, és a szülő révén pedig a nagyszülő. Tehát ezáltal több generációt tudunk bevonni a programjainkba, és az életünkbe egyáltalán. Úgyhogy aztán azon kívül úgy gondolom, hogy bizonyítanunk is kell, mégpedig a nyári táborok kapcsán, hogy ha nem is oktatunk kiskörösön szlovák nyelvet, de akkor is ezek a mi gyerekeink, akik nem részesülnek szlovák oktatásban most, mert a törvényi szabályzók nem teszik lehetővé, akkor is kerüljenek kapcsolatba azokkal a szokásokkal és azzal a környezettel, amivel az ő őseik rendelkeztek. Így minden évben nyári tábort tartunk. Ezek a nyári táborok nagyon-nagyon sikeresek, a gyerekek szívesen, szeretettel jönnek, a
tájház udvarán tartjuk a tábort, teljesen autentikus környezetben, és természetesen egy hét alatt megpróbálunk a szlovák szokásrendszerbe bepillantást engedni a gyerekeknek. Az idei is, majd például a kék festés jegyében fog zajlani, mégpedig ahogyan a régi népviseletben a kékfestő szoknyákat és halánkákat hordták az asszonyok, hát annak is van egy készítési technikája. Most ezen a nyáron a tábori gyermekek ezt fogják elsajátítani. El fogunk utazni Bácsalmásra, ahol megtekintjük majd a kékfestőműhelyt, és ők maguk is gyakorolhatják ennek a lehetőségét, és a tábori napokon is, majd itthon is gyakorolhatnak, mégpedig úgy, hogy kapnak egy kis anyagot, amire majd ők maguk is mintát nyomhatnak, és aztán megtanuljuk természetesen a kékfestést is, hogy belemártjuk a kékfestő anyagba, arra fehér kis mintákat fogunk nyomni, úgyhogy igyekszünk mindenképpen bevezetni egyrészt, hogy a tárgyi kultúrát is megismerjék, másrészt a gasztronómiánkat is. Mi magunk fogjuk készíteni például az uzsonnát a gyerekekkel közösen, ami hol hollabda, hol heróka, hol krumplispogácsa, hol rajbáka, és minden egyéb, tehát minden napra megvan az a szlovák gasztronómiai feladat is, hogy ő betekintést nyerjenek, hogy a régi gyerekek miként is étkeztek, és mit is kaptak esetleg uzsonnára, mert hogy nem biztos, hogy hamburgert, hanem sőt, egészen biztos, hogy nem azt, és akkor ezt ők nagyon-nagyon szeretik tevékenyen megélni, mert ők maguk nyújtják a tésztát, aztán töltik töltelékkel, például tavaly a szilvás gombócba ők tették bele a szilvákat, és szóval ez úgy nagyon-nagyon jó, hogy megtapasztalat, tehát tapasztalat útján nyerhetik meg azt a fajta ismeretet, amire ő nekik szükségük lehet. A munkásságodat értékelve a március 15-i műsor program sorozat során a Kiskörösér díjat kaptad meg az önkormányzattól. Ez hogyan érintett téged? Először is rendkívül meglepett. Nagyon-nagyon meglepődtem, hogy én ilyen rangos, jeles kitüntetés részese lehetek, rendkívül megtisztelőnek éreztem, és ezúton is nagyon-nagyon köszönöm annak, aki gondolt erre, hogy én alkalmas vagyok erre a posztra, illetve erre a kitüntetésre. Én hálásan köszönöm mindenkinek, de szeretném elmondani, hogy ez nem csak az én érdemem, ez az én közösségem érdeme, mert hogy együtt dolgozni nagyon jó, és együtt megvalósítani terveket is sokkal-sokkal könnyebb, ha azt érzi az ember, hogy mögötte segítő társak vannak, és mindenben segítenek. Úgyhogy én ebben a tekintetben is szerencsés vagyok, mert én úgy gondolom, hogy önkormányzatunk tagjai nagyon-nagyon tevékenyek. Nagyon tevékenyek, és nagyon segítőkészek, és én ezúton is hálásan köszönöm nekik. Én szeretném megköszönni a beszélgetést, és gratulálok az eddig elért eredményeidhez és a pályafutásodhoz. Nagyon-nagyon szépen köszönöm igazán.